Crazy Goat Games. P-Cube. Oké, tehát autószave van a játékban. Jó, hogyha ezt az ikont meglátod, akkor ne lépj ki. Republic of Pirates. No. Hogy kipróbáltam-e? Igen. Sok mindenre jutottam? Nem igen. Na nézzük. Kampány. Amint látjátok, itt vannak a kampánynak a 200, mennyi? 20 000 dublonnal indulunk. Igen, 20 000-rel. Demolished building, tehát hogyha lerombolsz egy épületet. Hello Emerald. Balú, ezt nem mondaném, nem jelenteném így ki, jó? Az előző játék az igen. Tehát, hogyha lerombolok egy épületet, a 100%-a visszakerül, bla bla bla, igen. Jó, semmi komoly. Menjen. Greed. It tears Kapzsiság. Us all down eventually. Heck, that's what this is all about. We rob, we plunder, we kill. All for a bit more wealth and another day of freedom. But we all know the truth. There's only one way out of this pirate life. And if it's not at the end of a rope, it's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate. Júj, the Republic of Pirates was meant to be different. But the greed got to them too. Turning on one another like that. Damn shame what they did to your old man. And now they're carving up the archipelago between the three of their crews. Lucky Jack Howell and the self-proclaimed Raiders of the Caribbean. Scar and his gallows men. And Matilda Barbera, oh, Matilda. Leader of Los Guerreros. Hello. They had it all. Hello, Spanish Matilda. Gold by the galleon and a nice slice of the Caribbean to call home. They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want, I'm with you. I owe your old man that much. We're one ship against three fleets. Teach you next to the Adius Nam. We'll make for the archipelago and set up on an isolated island before they get wind of our intentions. Revenge for your father and the chance to build something better. Szövetségeseddé tennéd a csajt, Balú? Nem tudom. Na! Akkor nézzük a játékot. Volt mellette egy ágyú, nem tehetek róla. Így van, így van. Hát, meg kell tölteni az ágyúját. Mi? Micsoda? Na, kicsit lassan tölt. Pedig SSD-n van. Egyszerűen ilyen. Úristen, itt a hatalmas hajó. This is the archipelago, all right. But it's far too dangerous to continue out in the open. Let's stick to the shallows for now. Rendben, indulás, set sail. Nem hiszitek el, rákattintasz a hajóra. Áj. Oké, arra kell tovább menni. Ez a feladat. Ki kell jutni innen. Jó, hát ez... Ez tök egyértelmű volt. Mehetünk tovább. Ez ma új játéka? Hát nem tudom, Sosi. Majd meglátod. Nem vagyok én ebben annyira biztos, hogy csak az övé. Ajaj! Fussatok, bolondok! Az nem jó! Nem, az nem jó! Tekerjé, evez! Jó? Hát annak nem. Kalózokat szereti? Hát igen. Ennyi? That was a close call. The archipelago's in chaos after the collapse of the Republic. Huh? We'd better hunker down on Galley Island for now.
come up with a plan. Let's start with a dock to house our jó. supplies. Jó, tehát építsünk egy dokkot, hogy legyen a nyersanyagainknak, tehát legyen a cuccainknak hely, ez a lényeg. Úgyni, úristen. We want to take the fight to our old companions, we'll need men. Jó. Köszi a tippeket, majd mindjárt megnézem. Na szóval. Itt valamit elhagytunk félúton, gyerekek. Mit hagytunk el félúton? Hol van az átonyra futott hajó? Hát az éppen nem az, de nem baj. Ott van, megvan, megtaláltam. Na nézzük csak. Szedjétek fel. Úgy, nagyon jó. És akkor most mehet a hajó. Foszd ki a hajót! Fosszad! Fosszad ki a hajót. Nem engeded? De miért ne? Jó, korán jöttem, jó. Majd visszajövök akkor, amikor ki lehet. Még vannak rajta emberek, ez a lényeg. Ájjáj. Na szóval akkor. Elhallgatott a zene. Oké, hát akkor csináljunk utat. Aki esetleg lát valami hasonlóságot az annóhoz képest, akkor az legalább olyan szemfüles, mint én. Értitek? Szemfüles. Csak közben oktat. Csak közben oktat a játék, gyerekek, azért figyelek egy kicsit oda is. Ez a zene legalább nem dűnés. Ugye, Varug? Mint hogyha egy picit hasonlítana, alig érezhetően, nem tudom, hogy miből gondolom. Mert maga az építés az egy az egybe, mint hogyha, mondjuk, városépítő játék. Na, marketplace. Kellene egy marketplace nekünk, gyerekek. Aki azt már ide dobom is le, ide dobom is le. Kell mellé infrastruktúra, egyértelmű. És ez a megállapítás, hogy a Zannóra hasonlít, ez nem tőlem jött. Ezt... De még az ikonok is. Lehet. Na, és akkor most kell a hajó. Figyeljetek, egy csomó játékból vettek át ötleteket. Ha megnézitek, az, hogy énekelnek a kalózok folyamatosan, ez egy hangulati elem, az ikonok, az, hogy mit mutat, hogy és merre, ez nekem nagyon annós. A grafika többi részét azt hagyjuk, mert azért láttok itt egy-két gyengeségét a játéknak. Igen, az éneklés az menő. Na. És tudom forgatni. Jó, tudom az épületeket forgatni. Úristen, most mondjátok meg, lehet forgatni. Dekoráció a hajó óráról ezt a figurát. Ezt mondjuk kitehetjük. Salvaging materials from wrecks is good and all, but we've got plenty of resources. Oké. Akkor...
Ne sikíts, ne sikíts, Emerald. Még csak most álltunk neki a játéknak, ne legyél ilyen ünneprontó. Na szóval... Most jön az a része, amikor... neki állunk a... nyersanyagtermelésnek. Igen. Lesznek itt problémák, én úgy érzem. Én nem játszottam az annóval, gyerekek, tehát... zárójelbe így hozzá is tenném, hogy... ha azt látjátok, hogy csődbe megyek, az nem a véletlen műve. Fogalmazzunk úgy, hogy... erős megfontolásból csinálom, jó? Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy... hogyan lehetne ezt megoldani. Hogy ne menjek csődbe, de eddig még nem sikerült. Should set a couple of the lads. Oké, kell ide neki egy depó. Hát ne gondolhatátok volna, kell neki ide egy depó. Mert hova teszi különben a nyersanyagot, hogyha nem a depóba, tessék? Mehet a depó. Meg kellett néznem, na. Jó, Fishing Wharf. Ó, valahonnan ismerős ez is. We spotted some floating bar- folyamatosan beszól, komolyan. Látjátok, még csak most tanítja meg a kamerakezelést. Megőrülök. Oké. Okay. Jézus. Próbálják kicsit színesíteni azzal, hogy a hajóval is kell menni. Nem vagy benne biztos? Hát varug. Ha ez megnyugtat, én se lennék benne biztos. Nekem ilyesmilyen munkakör kellene. Nem az erősségem. De... kávékóstolásban benne vagyok. Well, the barrels were empty. De nekem kell a többi is, haló. Hát nem gondolod, hogy én azt hagyom. Emerald, nem kapcsoltam ki. Úgyhogy hát azt a 100 pontot azt... azt bukod. Azt valószínűleg bukod. Mindjárt megnézem. Nem tudom, kell nevezni semmit egyelőre. Hello, Totorus. Igen. Here's someone you want on your side in a fight. She's a tough old gal. Na még egy hölgy. Hold her own in a naval battle or a tavern brawl just the same. The men all look up to her. She was once at Jack's right hand. He must have done something really stupid to piss her off. Besides knocking off your old man, that is. Hmm? If we're going toe-to-toe with the former Republic, we could do with her directing our ships and not theirs. John, is that you? Thank God I found you here. Jack. Na nézzük.
Captain, the men reported several. Oké, új szövetséges, nagyon jó. Most már két hajónk van. Úristen, taktikálma. Jézusom. Oké, kezdődnek azok a dolgok, amik már... De furán ismerős szinkron hang volt, nem tudom. Nem... Az baj. Az baj. Gyere vissza. Az ott probléma. Egynek annyi. Az az emberek száma. Szükséges emberek száma. Thank you, Captain. I think. Oké, javítás megvolt. Most jön úgyis az a feladat, hogy a lakosok számát kell növelni. Nekem egyébként az, hogy mindent pirossal jelez, az egy picit zavar. De maga a játék eddig hangulatos. Azt ki lehet jelenteni, hogy hangulatos. Na nézzük. Közben menjen el az az idő. Bam, bam, bam. Hát igen. De figyeljetek, azt azért tegyük hozzá, hogy ez egy indie játék, jó? Azt ne felejtsük el. Indie játék. Ne várjatok tőle AAA-s kategóriát. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy egy annó szériához akarjátok hasonlítani, ne tegyétek. Azt ne tegyétek, mert azt a mércét nem fogja megütni. Nem is szabad. Tehát figyeljetek, azért azzal legyünk tisztában, hogy ez egy indie játék, indie fejlesztő cégtől, az pedig egy jóval pénzesebb cégnek a játéka. 126-nál járunk, az nem elég. De mondom, azt mindenki maga döntse el egyébként, attól függetlenül, hogy ne ő neki megfelele ennek a játéknak adta, vagy játék által nyújtott lehetőségek. Mert szerintem ettől függetlenül nem néz ki rosszul, hangulata van. És szerintem ez egy... vállalható, bőven vállalható játék. Mit gondoltok? Ott a 200. Igen. Ennyi. 8/10. Jó. Hogy állunk az élelemmel? Aha, szerintem arra még rá kéne gyúrnunk egy pöppet. Na, valahonnan ez ismerős. Sugar Plantation. Mondja meg nekem valaki, hogy honnan ismerős ez, hogy Sugar Plantation. Csak nem annó, hát... Élek a gyanúperrel.
Oké, egy depót raktunk le. Húha! Vannak azért itt problémái a játéknak, én úgy érzem. Na nézzük! Másodperc alatt csinálnak egy adag cukrot. Kicsit gyors az egér mozgása. Ezen még van mit dolgozniuk. Ezt tudom upgrade-elni? Tudom upgrade-elni, hát akkor menjen az upgrade. Kell hozzá három szem deszka. Van nekem három szem deszkám? Nézzük már meg, ott a... Hát figyelj, ott van négy darab is, hagyjad már, hát akkor úgy kell. Kérem szépen azt az upgrade-et. Köszi. Igen, nagyon sok olyan elem van, amit úgy látok, hogy... ...hogy én ezt már láttam valahol. De kaja nincs elég, látom. Eddig elég volt. Úristen. De az egérmozgás az borzalom. Az nem tetszik. Oké, most pozitívban van. Jó, akkor a kaja megvan. Kellene nekünk kötél. Kötelet pedig hemp plantationből tudunk nyerni. De egy az egybe, mint hogyha az annót látnám. Ami nem biztos, hogy hátrány ennek a játéknak. Sőt, szerintem nagyon sok játékosnak pont az a része fog tetszeni. Én szerintem, hogy hasonlít az annóra. Mert ez a játék, ez most kifejezetten jól jön azért, mert... Szükség volt arra, hogy... Legyen egy annó, ami... Ami valami újat tud hozni. Szerintem ez tök jó. The lovely Isabella Roy. Oh, hello. Pragmatic, seductive. Hello. Everything a good madam needs to be. Again. She worked under Jack for a long time, but he never could see past her soft skin and appreciate the tact and charm. Nem tudom, ki látja a szemét, mert én nagyon nem. I'm glad you get nagyon that jó az a nyaklánc, igen. Az a nyaklánc ott nagyon jó néz ki. The brothel girls trust Isabella with their lives, and she does everything in her power to make them comfortable. Van szeme. I think she'll be invaluable to our cause. Just try not to fall for that alluring look in her eyes, you hear? Hát... Na ő! Szia, hello, Bali Ewing vagyok, ingatlan. Mi az? Gazdag iparmágnás? Igen. Captain, I'm happy to make your appointment. Ó, hát én még én mennyire örülök. And I have a proposition which might be of interest. Proposition. Interest to you. Igen, nagyon érdekel. Milyen nyaklánc? Hát igen. Helping hand. Brothel build. Jó, mindjárt nézzük.
The bordello is open for one day. One day! And the girl is dead. I will not stand for this. You either kill the prick who did it and make an example of him, or provide protection for the rest of the girls. Ez nehéz kérdés. Ez egyébként a piros lámpásház, csak mondom. Piros lámpásházról van szó. Gondoltam. Én a középsőt választanám. Mondjátok, ti mit szeretnétek? Mit választanátok ebben az esetben? B. Szerintem is egyértelműen a B. Igen. Persze meg kell védeni a lányokat. Nehogy megöljék. Hát most képzeljétek el, a sok éhes férfi így rájuk ugrik. Jó lesz ez. B. Egyértelmű. Így van, Helping Hand. Skeleton Cage. Nagyon kellett ez a dekoráció. Justice. Így van. Justice. Csak a Justice. Na. Hol hagytuk abba? Nézzük, tehát ez így 25 másodperc körül van, és ez... Aha, ez jó. És akkor kell nekünk ide még mindenképpen... igen, egy depó. Egy depót ide! Jó! Nem jó, de most megint kevés a kaja. Itt folyamatos problémánk lesz a kajával, én úgy érzem. Ha, oda nem fog menni, de ide igen. Ide fog menni? Ha, halló? Kajával probléma lesz így. Na nézzük! Jack knows where I am and is coming for me. I won't run away again. Let's prepare. Defensív tower. Na. Na nézzük, gyorsan haladunk az a meglátáson. Oké, na nézzük, hogy ez hogy működik. Nincs elég deszkám. Oké, akkor deszka kérdés. Pillanat. Deszka, mint kérdés. Hogy állunk a fával? Jó, először is kell nekem még fa. Oké, tehát akkor ez három favágó, és nekem kellene sawmill. Szerintem ez így oké. No! Hát most már nem lehet fa probléma, gyerekek, mert egyszerűen nem bírom tovább.
hogy nincsen. Oké, okay, kaja van. Kajával rendben vagyunk. A building materiálszal vannak problémák, de majd az szépen lassan működik, és akkor ami kell nekem az a... Ó, hogy ez defenzív torony, az ide jön. Hát akkor nyomod. A defenzív torony és a partra. Na, ebben már más, mint az annó. Látjátok? Mert a defenzív torony általában a vízbe megy. Na most lehet, nem mész csődbe. Lehet. Lehet, de ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Meg körbe kéne rakni a piros lámpás házat még. Mármint, hogy nem. Sem olyan. Hát, hogyha a harcrendszer jó benne, tehát mit tudom én, most hasra ütök, ha lehet a parton is védekezni, akkor ez egy jó játék lesz. De egyébként már most is tök jó szerintem. Szerintem az teljesen jó. Nekem speciál... Low on rope? Kevés a kötél? Hát gyerekek, gyerekek, jó lesz most már, hogyha dolgoztok rendesen, hát az anyátok úristenét, hát nem erről volt szó. Nem erről volt szó, arról volt szó, hogy nekem sok hempre lesz szükségem, nem arról, hogy nem lesz elég hemp. Úgyhogy hempet akarok. Csináljunk. Na, szerintem ez így jó. Nézzétek meg, szerintem ez így jobban mutat. Egy upgrade-et nyomunk rá, és nekem ide kell még egy... Úgy, né! Na most már lesz kötelünk. Ha kell, ha nem, kötél lesz. Az a szórakoztató és stresszoldó központ. Így van, meg Helping Hand. Azt nem szabad elfelejteni, ez a segítőkész lányok gyülekezete, jó? Ők segítőkezet nyújtanak. Szerintem ti is tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon nemes gesztus részükről. Nem gesztus ez üzlet. Hát attól függ, hogy honnan nézzük. Én szerintem az teljesen korrekt dolog, hogy... Gabesz! Lucky Jack. Köszi szépen a harmadik hónapot. Hello, hello. Mekkora manó vagy. Köszi. If treachery and deceit wore skin, it would look like this prick. Never. Na, mit akarsz? Szerencséjátékot? Iha, ez nem szerencséjáték. Ez három hajó. Az baj. Aha, nincs esély. Szerintem direkt csinálták ezt, hogy el legyen süllyesztve. Well, well, don't you look familiar? Terrohadék. So, there's no avoiding it. Meg fogsz dögleni. Ez is fú, shipyard. Jó, építsünk hajót. Építsünk hajót. Meg tudunk kocsmát építeni, gyerekek. Hát ez nekem tetszik.
Jól van, Gabesz, nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot, de jöhetnél gyakrabban is, csak gondoltam, szólok. Jöhetsz gyakrabban is, meg van engedve. Köszi szépen még egyszer. Sailmaker. Melózok. Hát, mindig ezek a kifogások. Én rájöttem, hogy ezek a kifogások, ezek olyanok, hogy... Á? Melózok. Hagyjad már, hát ez most... Erről is Viking IT tehet, ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja, hogy erről is Viking IT tehet. Tudjátok, hogy miért? Miért ne? Na, nohaj már Zibite. Nézzétek meg, minden második kattintással működik úgy, ahogy kéne. De hogy csak így lehet. Akkor legyen 72 így. Mert a zene is már nem, ehhez a játékhoz nem élik. Ez a játékhoz nem élik. Kell nekünk néhány lakos. Néha egy kicsit darabos az irányítása a játéknak. Egyébként tényleg nagyon szórakoztató. Tehát szó se róla, én nem tudok nagyon rosszat mondani erre a játékra, és igazából nem is nagyon akarok. Figyeljetek, szerintem ez arra, hogy... Tehát ez tökéletesen jó arra, hogy elszórakozzatok, hogyha szeretnétek egy annószerű játékkal játszani. Szerintem ez tökéletes arra a célra. Úristen, még ez is ugyanaz. Még ez is ugyanaz, gyerekek. Kéne ágyum. Ágyum nincs. Nincsen ágyum, gyerekek. Ágyuk kellene. Kicsit egyszerűbbek a mechanikái, mint a Zannónak. De igen, ez egyébként a Zannónak a farvizén akar felúszni ez a játék. És egyébként megmondom nektek úgy, ahogy van, arra tökéletesen. Tehát azt a stílust szerintem tökéletesen hozza. Emberek kellenek. Ú, 100 mínuszban vagyunk, az baj. Az baj. Mhm.
Hello, Regi, hello, hello. Köszi a követést, hello, hello. Oké. Na várjatok, mert én itt akartam még valamit. Nekem ide kellene egy depó. Egy depóra van szükségem, mégpedig ide. Igen. Igen, az a problémát, hogy nincs a közeledben depó, de most már van. Most már jó. Oké, a mínusz 100 ember az egy kicsit aggályos, de remélhetőleg rendben lesz. Viszont a hal is fogy legalább. Jaj, de jó vagy. Hát az probléma. Azt úgy hallottam, hogy ez egy mélytorkos naturfranciának felel meg, hogyha nincsen megfelelő mennyiségű ember. Ha, az úgy nem lesz jó. Ez itt nem jó. Na várjatok, mert elfelejtettem, melyik gombbal lehet törölni. Kerestelek, de nem találtalak, aztán rájöttem, hogy a saját profillal még nem voltam itt. Állandóan váltogatnom kell Buksi és a saját csati közt. Hát ez ilyen, de nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél. A problémám egyébként az, hogy most nem tudom, hogy hogyan töröljem ezt, pedig aztán láttam az előbb az ikont. Valami... Diplomácia, nem taktikai mappa, nem notification, nem... Az Q betű volt? Csőd közeleg? Nem, a csőd nem közeleg, az messze van attól. Az első épület, amit töröltem. Nem közeleg az, nincs azzal nagy baj. Nem, nincsen. Az ember számmal van. Itt nem a tél, hanem a csőd közeleg, de nem. Na. Szóval kellene ide nekem egy depó. Ez a játék egyébként, de itt a depó. Ez a játék egyébként tényleg tiszta annó. Uramisten, de hogy mennyire. Nem skippeltem el, Balú, ezt figyeltem rá. Na, kellene egy hajót építenem. Igen, tudom. Csak ahhoz, hogy hajót építsek, ahhoz nekem egy csomó mindenre szükségem lenne, ami most jelenleg nincsen. Most a legnagyobb problémám az, hogy nincsen elég... Várj, az improved. Igen, nekem csak ilyenem van, de abból sincsen 10. Igen. Ahhoz, hogy hajót tudjak építeni, hát még egy pár dologra szükség lenne. Házat tudsz fejleszteni? Nézem. Egyelőre nem. Egyelőre nem tűnik úgy, mintha tudnék. Nem. Jelenleg szerintem nem. Várjál? De! Tudok. Tessék. Aha, nem 100%-on van, de ő igen. Jó. Sőt, szerintem így is tudok. Nem, úgy nem lehet. Vannak szegény dolgai a játéknak, de annyira nem vészes. Aha, többen tudnak itt lakni. Na, már csak mínusz 30-ban vagyunk, az jó. Oké, na nézzük, hogy állunk a... Ship materiálszal nem állunk olyan rosszul. 80? Hát ez jó lenne, lejjebb menne. Oké, hát ebből nem lesz nagy hajó. Csak kis hajó lesz ebből, de az se lesz, mert jelen pillanatban nincsen elég. Szél. Csak engem zavar, hogy semmi OCD nincs abban, ahogy a házakat építik? Mint ha lehányták volna őket, mármint nem fizikailag átvitten. Ez direkt rakja így le, hogy ne legyen egyforma. Ezt mondom, nem tudom,
Regi, hogy láttál-e már Annót, vagy játszottál-e már az Annóval, ez annak a koppintása, de tökéletesen a koppintása. És ez egy telek. Ennyi egy telek. Olyan szinten, tehát egy, ha csúnyán akarok fogalmazni, azt mondanám, hogy arcspirítóan láttam már olyat, aki evett olyat. Na hát akkor láthatod, hogy valószínűleg azért van így, de igen, nem OCD-s. Engem nem zavar maga az OCD hiánya, mert én nem vagyok ilyen OCD jellegű. Viszont ami engem jobban zavar, az a kameramozgás, az, hogy néha butaságokat látok még a játék mechanikáiban, nem működik úgy, ahogy kellene minden. Na, mondok egy példát, tehát nézzetek ide, itt vannak a ship materiálok. Ó, oké, így már értem. Négy darab, jó, akkor nincs több kérdésem. Hát az volt a problémám, hogy látom, hogy 97 a ship materials, és mégsem tudok hajót építeni, ez annak tudható be, hogy nincsen neki elegendő. Oké. OCD aranyos, az nagyon arányos, ja, arányos. Nem nagyon arányos, én azt látom egyébként, hogyha már az arányról beszélünk. Engem zavar az is. Kötelünk az van elég. Nekem nem az kell, nekem itt kellene a... nem ez. Meg az, hogy nem találok még meg dolgokat, mert nem ismerem eléggé a játékot. Igen, ez például jöhet. Próbálták leegyszerűsíteni a játékot, és itt-ott túl egyszerű lett. Ilyen apró problémáim vannak a játékkal, semmi komoly. Akkor mégsem a játék a hülye? Nem, a játék nem hülye, én vagyok az. Ilyet se gyakran hall az ember, de én kijelentem, figyelj, hát én elismerem, hogyha béna vagyok. Lehet. Varuk, biztos így van. De nekem a nagyobb problémám az, hogy most akkor megint teszek le házakat, mert nincs elég. És akkor megint kaj a probléma, de mondjuk ennek a játéknak valószínűleg ez a lényege. De én nem annóztam, tehát azt tegyük hozzá, én nem annóztam. Az előző játék nekem sokkal, de sokkal jobban bejött. Aha, itt van. Tehát ők egy szinttel feljebbiek, ők azok, akik a segédkezet nyújtják. Gondolom én. -413 a 450-ből, 70 a 140, mínusz 80, aha. Ezt nem értem, hogy miért mínusz 80. Smith és az Artisans. Production. Na nézzük. Fából nem értem, de jó. 133%-ot termelünk, ez hogy jön ki? Cukorból 150%-ot, vannak itt azért még butaságok. De ez teljes egészében az akar lenni. Csak közben arra kell figyelned, hogyha átfejleszted az alapházat, akkor az alapparasztságot abból a házból elveszted. Igen, ezt gondoltam. Köszi. Jó jön ám egyébként minden segítség, mert nem értem annyira. Én, figyeljetek, az én logikám szerint, oké, van 50 timber, igen. Van 10, igen. Van egy ezresem, igen. Nincs kapitány, nem baj, és akkor ez. Oké. Te mi vagy?
Jó, hát figyeljetek gyerekek, én itt erre rákattintottam, mint hogyha nem lenne holnap, és nem tudom. Nincs kapitány, és hogyha... Kell egy kapitányi szállás. Szerintem az kell hozzá, várjatok. Szerintem ez kell hozzá. Kapitány, akármilyen. Construction area logged. Aha. Designated area. Az mi? Any captain worth their salt will be at the cap. Az mi? És miért oda kell tenni? Nem tudom, de ne törődjetek vele, majd kialakul. Te mi vagy? Hogy itt tudok felvenni kapitányokat? Hát figyeljetek, én felveszem Vikidál Gyulát, mit szóltok? Mit szóltok? Én felveszem Vikidál Gyulát, nekem ő a szimpatikus. Hölgyike a szimpatikus? Nem tudom, én nekem inkább a Vikidál Gyula. Tehát egy... Én szerintem ő jobb. Nem lesz? Vagy őt hagyjuk későbbre és legyen a hölgyike az első? Megvan a kocsma, megvan. Jó, hát akkor legyen ő. Nem, őt akarom! Mindegy. Most már mindegy, majd visszatérek oda. Jaj, gyerekek. Na, fiúk, lányok, ha már úgyis itt vagytok ennyien, én javaslok nektek egy játékot, jó? Akik járnak olyan streamerekhez, akik szeretik az Annót, akkor ezt a játékot lehet nekik promotálni, mert szerintem az egy tök jó dolog lenne. Ha megint jönni fog a nagyhajó. Hát nem, az egy kicsi. Hát komám, te kapni fogod a fülest, csak gondoltam szólok. Jack sent a scout to keep an eye on us. Jó, hát nem érdekel a szöveged. Na figyelj! Gyere! Jó. Gyere ide a parthoz. Ja, hogy nem jössz közelebb? Értem. Tetszik, ahogy gondolkodsz. Na nézzük, itt mi zuvan. 49, 7 és 50. Jó! És akkor azt a hajót kellene szétszednem. Mivel nem jön közelebb a parthoz, így egy kicsit nehézkes lesz. Ez 1045-ös, ez mennyi? 800-as, jó, 25-ös sebzése van. 33. Halljátok? Hé, hey, mehet tovább! Baj van a részek tenger része, baj van a részek tenger része. Oda nem, már szintet lépett háromszor. Ha adjál neki! Kicsit egyhangúan. Csata, de ne törődjetek vele, jó lesz ez! Baj van a részek tenger része, baj. I don't know about you, Captain. Jön egy nagyobb hajó? Úristen, mennyi hajó! There's a clay deposit on Rat Island that we... Aha. Hát na figyelj. Akkor én mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Részek tenger része, baj van a részek tenger része. Ott egy na, taverna. Oké, feljavítottuk a hajót. Na, ami kell nekünk, az a taverna. De csak bizonyos helyre lehet letenni a tavernát, vagy mi?
Na innentől már kicsit másabb, mint a... Enemy ship, 30-as. Enemy ship, ez is. Aha, ők ketten vannak, az pont kettővel több, mint ami nekünk van. Jó, tudnék még egy ugyanilyen hajót csinálni, vagy kellene valami komolyabbat. De ahhoz még nincsen lehetőség, szóval... Oké, béreljük fel őt, őt fel akarom bérelni. Eleanor, ó, gyere! Gyere! Oké, ő lesz a másik kis hajónak a kapitánya egyértelműen. Úgyhogy jöhet is. Hát figyeljetek, egyértelműen a... A női kapitányok fognak most aratni nagyon-nagyon nagy hévvel. Salt deposit, az a só. Ez is. Aha. Oda nézzetek, hát ott a két szép hajónk. Két ilyen kis csenevésszel nem fogunk ám sokra menni. Csak gondoltam, szólok. Na, viszont ez a játék nem rossz. Ez semmiképpen nem mondanám, hogy rossz. Mi a véleményetek, fiúk, lányok? Te 800-as hajó. Ott is egy, az egy kicsit erősebbnek tűnik. Igen, meg még van ez. Uh-huh. És ott egy hát van összesen. Jó! A termelésben pozitívan, az emberek terén negatívban vagyunk, hát ez elég probléma. Na, egy egyszerű kérdésem van, fiúk, lányok, hozzátok. Szeretnétek-e, hogyha kijön ez a játék, akkor visszatérünk hozzá? Vagy elég volt belőle ennyi? Igen. De mi melyikre mondod, hogy igen? Igen, még. Tehát majd szeretnél ebből. Jó, a többiek véleményét is meghallgatom ettől függetlenül, jó? Hogy állunk a rummal? Rum? 21, az nem sok. Rum az nem sok. Ja, akkor cukor? Cukor meg a rumozás. Akkor egy kicsit mehetnénk még feljebb. De abba biztos vagyok egyébként, hogy azok a streamerek, akik szerették az annót, azok még inkább fognak ennek a játéknak örülni, mert én úgy érzem, hogy ez nekik készült, és nem nekem főképp, de megnézhetjük, aki jön. És akkor ide tegyek le kettőt. Jó. Jó van, fiúk, lányok, akkor már ennyi lett volna ez a játék. Remélem, hogy jól szórakoztatok, egy kis kalózósdi mindig jól jön, úgyhogy mi mást is mondhatnék. A vodnézőktől most köszönök el, és találkozunk legközelebb. No, hát de, Balú, de bizony.